Ismét a régi elnöknek szavazott bizalmat szombaton a Somogy megyei közgyűlés újonnan megalakult képviselőtestülete. Az eddigi egyik alelnököt, Jakó Gerget is újra választották. A másik alelnöki posztra a Balatonlelei önkormányzat testületében 8 éve tevékenykedő Vicman Mihály került. Bérüket a tavalyihoz képest nem emelték, az elnök több mint 600 ezer, az alelnökök pedig 590 ezer forintot kapnak havonta. Átvették megbízó levelüket, majd esküdtettek a megyei közgyűlés tagjai, 10 a Fidesz-KDNP színeiben. Az ellenzékben 3 képviselő a Somogyért Egyesület, 2 az MSZP, 1 pedig a Jobbik listájáról került be. Somogy megye közgyűlésének elnökének 14 érvényes szavazattal Gerencsér Attilát, a Fidesz-KDNP közgyűlési tagját választottam a közgyűlésre. A testület titkos szavazással ismét Gelencsér Attilának szavazott elnöki bizalmat, aki beszédében igazmondást kért a közgyűlés tagjaitól, és legfontosabb feladatként a takarékosság mellett a munkahelyteremtést jelölte meg. A mi felelősségünk tehát, hogy megvalósuljon az álom, hogy sokkal többen dolgoznak, és a somogyiak sokkal jobban élnek. Ezt a munkát szeretném elvégezni az elkövetkezendő 4 évben. Titkos szavazással választottak alelnököket is. A régi elnököt, Jakó Gergelyt újra választották. Külsős tagként pedig a 34 éves Vicman Mihály segíti a közgyűlés munkáját. A Lellei önkormányzatban 8 éve ténykedő politikusan Boglári Matthiás János szakközépiskola mérnök informatikusa. Elsősorban protokollbeli szerepvállalás vár rám az elkövetkező időszakban, illetőleg hát nem titok, ugye Balatonlelén élek, ott is lakom, nem is kívánnék ezen változtatni, ezért elsősorban Balaton turizmus, idegenforgalom, ez az a terület, amin szeretnék hatékonyan segítségére lenni a megyei vezetésnek is. Gerencsér Attila elköszönt a nyugdíjba vonuló korábbi alelnöktől, Sárdi Árpádtól, aki 16 év közgyűlési munka után vált meg pozíciójától. Én azt kívánom őszintén és tiszta szívből a közgyűlésnek, hogy abban az esetben, ha a gőz a kerekekre megy, és a sipra nagyon kevés, akkor biztos, hogy az esküben vállaltakat, és somogyi emberek boldogulását fogjátok szolgálni. A közgyűlés legközelebb október 29-én ül össze.